Pipó Ferenc vagyok. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, a kommunizmus áldozatainak magyarországi emléknapja alkalmából, különösen a köztünk élő nagy tanúkat, akik eljöttek közénk. Jó tudni, hogy az egész délutánról kép és hangfelvétel készül, így az előadások és a kérdezfeleletek is mikrofonba beszélve hangoznak el. Összejövetelünk esemény sora a következő. A körülbelül 25 perces előadást egy ének követi, majd 5-10 perces kérdezfelelek után nagyjából 10 perc szünet következik. Mindez négyszer megismétlődik. Előadónk lesz Mencer Erzsébet, dr. Kerényi Lajos, Bányász Ákos és Kiszeli Károly. Megköszönöm mindenkinek a rendezvény létrehozásához nyújtott segítségét, és mindannyiunknak tartalmas együttlétet kívánok. Első előadónak felkérem Mencer Erzsébetet, a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetének elnökét, akinek szülei megjárták a gulágot. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és nagy öröm látni, hogy megtelt a terem, és van, akinek már ülőhely sem jutott. És hát köszönöm szépen Pipó Ferencnek, hogy felkért, hogy jöjjek el ma, és beszélgessünk. Én inkább azt gondolom, hogy beszélgessünk egy kicsit a mai napnak a jelentőségéről. Két olyan nap van Magyarországon, amikor áldozatok tömegeiről, politikai áldozatok tömegeiről lehet megemlékezni, vagy kell megemlékezni. Az egyik február 25-e, a mai nap, ami a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem kommunizmus áldozatainak emléknapja, bár nagyon sokan így használják, ugyanis sehol a világon nem volt kommunizmus, csak kommunista diktatúra. Tehát ennyit a mai napról. A másik ilyen nap pedig a november 25-e, az pedig a Szovjetunióban hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Mind a két napnak számomra azon túlmenően, hogy emlékezni és emlékeztetni lehet, vagy kell, különös jelentősége van. Lehet, hogy talán titkot árulok el, bár az itt megjelent szórakész tagok, akiket külön is köszöntök, mindannyian tudják, hogy a Magyar Országgyűlés 2000 júniusában döntött arról, hogy a mai nap legyen a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, amelyet az én édesapám Mencer Gusztáv álmodott meg, aki politikai elítélt volt az édesanyámmal közösen 9,5 évet a gulág legkegyetlenebb rabtelepein. Tehát az egyik emléknap az ő nevéhez fűződik, de hát ő nem volt parlamenti képviselő, így Pokorni Zoltán nyújtotta be. Ő a kárpótlási hivatalnak az államtitkáraként volt kapcsolatban a parlamenti képviselőkkel. A másik emléknapot pedig a november 25-ét, azt én magam parlamenti képviselőként nyújtottam be az országgyűlésnek. Mind a két napnak van jelentősége, hogy miért február 25 és miért november 25-e. Nagyon egyszerű. Ugye február 25-e attól emblematikus nap, hogy Kovács Béla kisgazda országgyűlési képviselőt, aki mentelmi joggal rendelkezik, és a kisgazda párt főtitkára felrúgva minden nemzetközi egyezményt és mentelmi jogot a parlamentből hurcolják el koholt vádak alapján, és aztán egészen 1951-ig magyarországi és ausztriai börtönökben
tartják fogva, majd 51 után viszik ki a gulág raptelepeire. Tehát ezért lett február 25-e, bizonyára tudják, hogy a képviselői irodaház oldalában ma is található Kovács Béla szobor az ő emlékére lett állítva az első Orbán kormány idején, és minden év február 25-én úgy kezdjük a napi rendezvényeket, hogy Kovács Béla szobrát megkoszorúzzuk praktikusan Fidesz-KDNP képviselők. Tehát a többiek nem nagyon érdekeltek ebben a történetben, pláne, hogy némelyikük még él is, aki gazember volt. A november 25-e pedig azért lett november 25-e, mert azon túlmenően, hogy több mint 800 ezer ártatlan magyart elhurcoltak a gulág raptelepeire, és igen kevesen tudtak csak hazatérni, volt egy politikai elítélt csoport, ahol az én szüleim is tartoztak, akiket itthon a magyar hatóságok hadhatós közreműködésével, lakásra menve, egyetemre menve, a templomból hurcolták el listák alapján, amit a magyar hatóságok állítottak össze. Ők közel 90 ezeren voltak, és hogy mennyire kegyetlen körülmények között tartották őket fogva Szibéria legvégén, Kolimán meg Vorkután, mi sem mutatja jobban, hogy 1953-ban és 55-ben két csoportban tudtak ők hazatérni 9-10 év raboskodás után, összesen 3500-an. A többiek mind kint pusztultak el. És nem azért mondom, hogy pusztultak el, mert nem vagyok kegyelettel irántuk, de ott csak elpusztulni lehetett. Meghalni csak tisztességesen lehet, de ott elpusztították az embereket. És az első csoport 1953. november 25-én lépte át Nyíregyházánál, akkor léptek először magyar földre, ezért lett a november 25-e. Mind a két emléknapnak van jelentősége, van egy legalább 100 éves történelmünk, amit a mai napig hamisítanak. És úgy gondolják, hogy nagyon sok minden meg sem történt. Tehát a jelentősége abban áll minden emléknapnak, hogy mivel, milyen tartalommal tudjuk megtölteni, és hogyan tudunk emlékezni és emlékeztetni. Hogyan tudjuk megmutatni a felnövekvő generációnak, hogy hogyan kell tisztelettel adózni az áldozatok előtt, hogyan kell megbecsülni a hőseinket, hogyan kell emlékműveket állítani, konferenciákat tartani, ilyen előadásokat tartani, és beszélni a múltról. Beszélni kell, mert ki kell beszélni magunkból 45 év tiltását, hazugságait, gazemberségeit. Van egy nagyon téves kép ma Magyarországon, nagyon sok mindenki fejében, túl azon, hogy felnőtt három olyan generáció, akiknek a háború, második világháború vége óta, akiknek a valós magyar történelemről valami kevés fogalmuk van. Az én legnagyobb szívfájdalmam, hogy a mai magyar történelemkönyvekben is a gulágra elhurcoltak fejezetéből, amiről hetekig tudnánk mindannyian mesélni, talán ha két oldal van. Tehát egészen bérlezítő. Beszélni kell. Beszélni kell, ki kell beszélni a múltat magunkról, és be kell gyógyítani a sebeket. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a múlt itt fog kísérteni. Egyrészt, ha nem ismerjük a múltunkat, akkor hogyan tudunk a jelenben élni, és hogyan fogjuk tudni a jövőt építeni? Mit fogunk itt hagyni az utókor számára? Másrészt pedig Ily és Gyula remekül megfogalmazta, hogyha nem zárjuk le a múltat, nem beszéljük ki a bűnöket és az áldozatokat, nem becsüljük meg, akkor a történelem meg fogja ismételni önmagát, és itt kopogtat az ablakunkon most is, és oly sokszor már a világtörténelemben megismétli önmagát. A mostani háborús helyzetben, ha belegondolnak, akkor egyedül a magyar kormányon múlik, hogy Magyarország még nincs benne ebben a háborúban, mert rajtunk kívül
ahogy a miniszterelnök mondta, csak a Jóisten és a pápa van velünk. Egyébként mindenki más háborúpárti. Szóval valami egészen elképesztő. És szerintem a magyar népen kívül nem nagyon van olyan nemzet, aki a saját bőrén tapasztalta volna a diktatúrák elnyomásának a rendszerét, a másoktól való függést, a kisemmizést, a megalázást, a családok tönkretételét, hogy hogyan veszítjük el az önbecsülésünket, a becsületünket, a hazánkat, hogy hogyan uralkodnak felettünk. És egyetlen józan gondolkodású magyar embernek sem lehet az a célja, hogy újra belesodorjanak bennünket egy háborúba. És hogy miért mondom, hogy van egy tévképzet ma Magyarországon, az nagyon egyszerű. Azt mondják az emberek, hogy azért van ma Magyarországon demokrácia, és azért tudunk 1990 óta szabadságban élni, mert bekövetkezett 1956-ban Magyarország gyönyörű forradalma, és hát kimentek az emberek az utcára, és jaj, de jó volt. Innen eredeztetjük azt a fellázadást, amivel a szovjet diktatúra ellen a magyar nép fellázadt. Csak kérdezem én, hogy 1944 őszétől 1956-ig mi történt? Ültek az emberek a babérjaikon, és néztek ki a fejükből, és azt gondolták, hogy de jó, mai szlengel érve, de jó, Hawaii Dizsi van Magyarországon. Hát a nagy fenét akkor is diktatúra volt, sőt, 1944 őszétől már hurcolták el a gulág rabtelepeire az ártatlan magyarok tízezreit, százezreit, és azért ne felejtsük el, hogy ugyan 45-ben véget ért a háború, de megnyomorítottak egy rakás családot, elvették mindenüket, vagyonukat, pénzüket, terményeiket, állataikat, kuláklistára tették őket, bebörtönözték őket itthon, elhurcolták őket Recskre, kitelepítették őket Hortobágyra, és még nem tudom én hány internáló táborba Magyarországon. Tehát 1956-ig közel 3 millió ember életét tették tönkre, vagy nyomorították meg Magyarországon. És 56-ban még ugye a sortüzekről és az áldozatokról már oly sokat beszéltek. 200 ezer honfitársunk itt is hagyta a hazánkat, mert egyszerűen nem bírták már azt a diktatúrát, ami itt volt Magyarországon. Tehát valahogy el kellett jutni 56-ig. A fiatalok nem azért mentek ki az utcára, mert úgy gondolták, hogy hát október 23-a van, süt a nap, ne menjünk be az egyetemre, sétáljunk egyet a műegyetem előtt. Hát a nagy fenét. Addigra már minden családból valakit vagy megfosztottak a jogaitól, vagy kitelepítették, vagy elhurcolták, vagy börtönben volt, vagy kisemmizték. Hát fellázadt egy egész ország, de odáig el kellett jutni. Ezért szoktam én mindenhol elmondani, hogy az, hogy egy ország összefogott és forradalom lett belőle, annak mindig van előzménye. És az az előzmény, ami 45-től 56-ig sújtotta ezt az országot, a sokkal súlyosabb volt, és ne kövezzenek meg érte, mint az 56 utáni bebörtönzések vagy kegyetlenkedések. Egy áldozat is bűn, kettő áldozat is, de több millió. És én, ha itt végignézek önökön, biztos, hogy mindenkinek van a családjában valaki. Nagy négye, nagybátyja, nagymamája, nagypapája, szomszédja, vidéki szomszédja, aki megszenvedte a kommunista diktatúra minden bűnét. Ezért van szükség arra, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, és ezért jók ezek az alkalmak arra, hogy tartalommal tudjuk megtölteni, és ebben az őrült rohanó világban jó egy kicsit megállni, és visszatekinteni a múltra, feleleveníteni azt a sok-sok disznóságot, amit ezzel az oly sokat szenvedett nemzettel szemben elkövettek, hogy mindig jusson eszünkbe, amikor lehetőségünk van, és felelősen tudunk a saját sorsunkról és a hazánk sorsáról dönteni,
hogy akkor azt megfontoltan tegyük, és hogy egy olyan országot, egy olyan népet hagyjunk itt a gyermekeinknek, unokáinknak, az utódoknak örökségül, ami méltó a nagyjainkhoz, őseinkhez. Szabad, demokratikus, független, magyar és nemzeti. Szerintem ez a lényege annak, amit nap mint nap teszünk, és amit nap mint nap mondunk, cselekszünk, leírunk, vagy akár csak elmondunk televízióban, rádióban, újságban. Sok minden történt a rendszerváltozás óta. Sokan sokféleképpen próbálták a múlt bűneit napvilágra hozni, és kibeszélni magukból a fájdalmakat. De hát igazából ezek az emléknapok azok, amik lehetőséget adnak arra, hogy valójában beszéljünk mindarról, ami történt szüleinkkel, nagyszüleinkkel, rokonainkkal, barátainkkal. Mégis személyes tapasztalatból tudom, hogy mindig az emlékezetpolitika Magyarországon csak polgári kormányok idején ment a jó irányba, baloldali kormányok idején megpróbálták az amnézia zsákjába bedugni a múltat, jól lezárni és elfelejteni, hogy ne is beszéljünk róla. Csak megnézik a kereskedelmi televíziókat, nem fogok itt reklámot mondani egyiknek sem, de hányszor láttak nemzeti ünnepről tudósítást a híradóban, hányszor láttak bármilyen emléknapról megemlékezést, sehányszor. A média egyik legjobb manipulációs technikája, hogy amiről nem beszélünk, az nincs, az meg se történt. Ez történik ma is Magyarországon. Egy pár gondolatot még mondanék önöknek a szórakészről, a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetéről. 33 éve működik ez a szervezet, és bizonyára jó sokan azt se tudják, hogy léteznek, pedig létezünk, de ahogy a mi tevékenységünk sem nagyon érte el a média inger küszöbét sem, vagy ha nagy nehezen eljöttek egy-egy rendezvényünkre, pedig a végén majd elmondom, hogy mi mindent csináltunk, akkor is a hírekben legfeljebb az ilyen lecsófőző verseny híreinek a szintjén volt tudósítás. Pedig ez a szervezet Magyarországon 34 emléktáblával és emlékművel rendelkezik. 2018-ban a Szórakész állami támogatással felállította Óbudán az Árpád fejedelem útján Magyarország első és egyetlen emlékművét, a szovjet megszállás áldozatainak emlékére. Ez egy 12 méter magas fekete gránit obeliszk, és ez 4 nyelven van feliratozva. És az emblematikus nap, hogy miért június 19-én avattuk fel, akkor visszakérdezek, tudják-e vajon, hogy mi volt június 19-én, miért pont? Így van. A miniszterelnök úrral 2018 november, vagy június 19-én azért ezt a napot választottuk, mert akkor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot, és akkor lettünk igazán függetlenek. És mi nem csak itthon folytatjuk, a számtalan könyvet adtunk ki, számtalan konferenciát tartottunk, az édesapám 16 évig volt államtitkár a kárpótlási hivatalban, a társadalmi kollégium elnökeként, az összes kárpótlási törvény, az áldozatok összegyűjtése és a törvények folyamatos módosítása az mind-mind az ő nevéhez fűződik. Mi kiterjesztettük az emlékezet politikánkat teljesen egyedülálló módon külföldre is. Terveink között szerepel, hogy idén vagy jövőre Erdélyben fogunk az onnan elhurcolt magyar testvéreink tiszteletére emlékművet állítani, és többször voltunk Kazasztánban, különböző gulág rabtelepeket látogattunk végig, Dzsesgazgán, Spassk, Alzsír, és emlékműveket állítottunk a saját szüleink, nagyszüleink is, több mint 800 ezer magyar áldozatnak a tiszteletére. Hogy mire is emlékszünk
ma még hoztam önöknek egy nagyon beszédes táblát, de ezt nem nyomtattam ki, de itt fogom hagyni az asztalon. Több mint 800 ezer ártatlan magyart hurcoltak el Magyarországról. Ebben voltak hadifoglyok, volt civil lakosság, ugye német nemzetiségi lakosságunk is, és a politikai elítéltek is. Egy vagonban általában 80-100 személyt zsúfoltak össze, és ezekben a vagonokban ezeknek a személyeknek a háromnegyed része még az út során meghalt. Körülbelül 400 ezeren, ebből a több mint 800 ezerből soha nem jöttek haza, ott haltak meg kint. A magyarok, magyar politikai elítéltek a legkegyetlenebb három gulág tábor rabjai voltak Vorkután, Norilszkban és Kolimán. 350 fő tábora volt a Szovjetuniónak, és 4000 melléktábora, és minden táborban volt magyar. A munkaidő az napi 10-14 óra volt, a mínusz 60 fokos hidegben, nulla orvosi ellátás, és kegyetlen élelmezés, és borzasztó fogvatartás mellett, hiszen a gulág rabtelepein a fogvatartók köztörvényes bűnözők voltak. Hát tudják képzelni, hogy amikor itthon azt mondjuk, hogy fázunk, akkor ők mit élhettek át 10 éven keresztül. Itt ül a testvérem is, aki igazat mondok és bólogathat. Amikor mi azt mondtuk apukánknak, hogy gyerekként, hogy fázunk, akkor ő felnevetett. És azt mondta, hogy nem kisfiam, te nem fázol. Akkor fázik az ember, amikor mínusz 45 fok van. Legfeljebb egy kicsit hidegnek érzed a levegőt. És mi megkérdeztük tőle, hogy és hogyan lehet ezt 10 éven keresztül elviselni. Akkor azt mondta, hogy mínusz 20 fok alatt az ember csontjait annyira áthatolja a hideg, hogy már nem érzi. Tehát ilyen kegyetlen körmények közé szállítottak el a mieinket. Én hoztam önöknek ajándékba egy könyvet, majd a végén nyugodtan jöjjenek ide, és vigyék el ingyen és bérmentve. 2007-ben lett ez a könyv először kiadva, édesapám írta meg egyrészt a saját történetét, és a Szovjetunióba elhurcoltak ról. Ez az egyetlen egy olyan hiteles történelmi forrás, ami valóban eredeti dokumentumokkal van tele, és ma nagyon sokan ezt, akik ezzel a témával foglalkoznak, bibliaként forgatják. És a magyar kormány 2015-16-17-et Gulág emlékévnek nyilvánította, és akkor a Szórakész pályázott. Ezt a könyvet akkor újra kiadtuk 6000 példányban, és eljutattuk határon innen és határon túl minden magyar általános iskolába, középiskolába és felsőoktatási intézmény könyvtárába. És elküldtük minden országgyűlési képviselőnek is, hogy esetleg, hogyha nem tudják, hogy egy emléknap miről szól, akkor ezt olvassák el. Végezetül pedig természetesen szívesen veszem majd a kérdéseiket. Hoztam önöknek egy nagyon emblematikus verset. Kérem, hogy fogadják szeretettel. Gyóni Géza, csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára, akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk, mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magjak él a ködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek, csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerendatöréskor szálka keresőket. Csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák, robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén víztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, az uzsoragarast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára, mikor gránátvulkán izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél, s mire földre omlik,
Ó, iszonyú omlás! Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket s az üzérkedőket. Csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vércsurog a földön, vércsurog a fáról, mikor a roncs sátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt. Fiam, feleségem, csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket, csak egy éjszakára. Vakító csillagnak, mikor támad fénye, lássák meg arcuk a szamfolyó tükrébe, amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kinnyára. Csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva, hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna, hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, hát mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak árjáért a vérnek? Csak én megmaradjak, hogy esküdne mind-mind, sitetlen gőgében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent. Magyar vérem ellen soha, soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet. Most kérdés, vagy? Igen, most kérdez, felelek, következik. Ha bármit szeretnének, akkor szívesen. A testvérem Pipó József majd besegít, hogyha valakinek van kérdése. Na hát én értőfülekre találtam, ez a legjobb, hogyha nincs kérdés, mert akkor önök itt mindennel tisztában vannak. Ez a legzseniásabb dolog a világon. Köszönöm szépen a figyelmet. Jöve! Na! Föltámadtak az urak. Parancsoljon! Nekem nem kérdésem van, hanem két rövid kis élményt szeretnék elmesélni. Az egyik... Igen. Egyik az osztályfőnököm egy ferences poptanár volt, Galic Pilla töhötömnek hívták. 1944. szeptember 7-én Gyöngyöspataról vitték el őt, akkor még teológus volt. A kulágra került, 5 évet volt ott. 1949. augusztus 12-én lépte át a magyar határt, és augusztus 15-én ért Debrecenbe, Nagyboldogasszony ünnepén. Fantasztikusan Nagy Mária tisztelő volt, és az is maradt. Nem is csodáljuk. Elmesélte osztályfőnöki órán a különböző élményeit, többek közt, hogy hogyan tartották a karácsonyt. Egy bogáncsot hoztak be, és arra papírcetliket akasztottak, és ez volt az ünnep. És ő nagyon szépen tudta énekelni a karácsonyi énekeket, és ez volt a karácsony a gulágon. A másik, Zsákai Piroska írt egy könyvet, az a címe, hogy Kaptam egy életet. A 60-i ferencesek elkorcolásánál a vasutasok fellázadtak, 60-i vasutasok. A férfiakat elvitték Recskre, a nőket és a gyermekeket pedig a Hortopágyra. Leírt ezt a könyvében az egész történetet, és a végén van egy momentum, amikor az a ferences atyával Mátra Ferebélyen beszélget. És mikor az atya elvonul, azt mondja, láttam hajlott hátát, és látom egyenes gerincét. Ezért az egy mondatért érdemes volt ezt a könyvet elolvasni. És akkor még csak annyit, hogy egyszer önnel hallottam egy rádióriportot a rádióban, talán vasárnapi újság műsorban, amikor ön elmesélte, hogy az édesapja nagyon sokáig nem ismert beszélni arról, hogy hol volt, hol töltötték azt a 8-9 évet. Köszönöm, csak ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Kiegészítésként csak annyit. Itt ül körünkben Lajos atya is, Kerényi Lajos atya, ő pontosan tudja, hogy a politikai elítélteket azért hurcolták el Magyarországról, és ebben papok, tanárok, sportolók,
tehát az értelmiségi réteget és a középosztályt kellett eltávolítani, mert hiszen ideológiailag nem illettek ők bele a szovjet ideológiába, és hát a gulág raboknak, így a mi szervezetünk túlélő tagjainak is Olofszon Placid atya volt a lelki támasza, egészen haláláig a szervezetünk tagja volt, és ahogy kint a gulág táborokban is tartotta a társaiban a lelket, és nagyon sok mindenkit megpróbált megmenteni, úgy itthon is ő lett aztán a lelki támasza nagyon-nagyon sok túlélőnek és családtagjának. Parancsoljon, még valaki jelentkezett itt. Sladák László vagyok, és szeretném, nagyon szeretném megköszönni Erzsébet asszonynak. Picit tessék felemelni a mikrofont, köszönöm. Szeretném megköszönni Erzsébet asszonynak ezt a ajándékkönyvet. Biztos mi is Bibliaként fogjuk forgatni, mert nekem is voltak többen hozzátartozóim a családból, apai nagy részről is, akik egyrészt nem jöttek, nem jött haza, másrészt hazajött, de egyetlen egy szót nem mert kimondani. Tehát úgy megfelelmezítették őket, hogy egy szót nem. Másik pedig az, hogy első munkahelyemben, ez volt 1978-ban, volt egy tervező mérnök, akkor én új munkavállaló voltam, akkor voltam pályakezdő. Ő volt az, aki kinyitotta a száját, és ott mindenkinek mert mesélni, mert mondani dolgokat. Azt fájdalom, hogy nem beszélgetem be sokkal többet. Köszönöm szépen! Szörnyű sorsok tömegét ismertem meg én is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak azok voltak az áldozatok, akiket elhurcoltak ténylegesen, vagy bebörtönöztek, vagy kitelepítettek, hanem a családtagjaik is, és az a trauma, ami egy egész családot végigkísér, az végigkíséri a gyerekeknek az életét is. Így a miénkét is. Köszönöm szépen a figyelmet. Van még egy kérdés, bocsánat. Bocsánat, kicsit körülményes fölállnom. Egy-két dologhoz kíváncsi lennék a véleményére. Az egyik az, hogy ugye megszűnt a Varsói Szerződés 90-ben, és nem sok idő telt el, és beléptünk a NATO-ba, amelyik úgy azért jött létre, hogy ellensúlyozza a kommunizmus esetleges fegyveres jelenlétét. Hogy erről mi a véleménye? A másik, hogy tetszik-e tudni mondani olyan alkalmat, amikor az itt említett kommunizmus diktatúráját fenntartó vezetők közül 90 után egyetlen egy is bíróság elé került, vagy börtönbe került. Külön kiemelném itt Biszku Bélát, akit kegyesen hagytunk otthon úgy meghalni, hogy akikről beszélünk, mind országhatáron kívül haltak meg. Köszönöm. A második kérdésére válaszolva, aztán visszatérek a NATO-ra is. Egyetlen szóval, vagy két szóval tudok önök erre válaszolni. Kettős mérce. Tehát a barna inges diktatúra, meg a vörös inges diktatúra között nem volt különbség, csak az ing színében. Sőt, hát ugye Hitlerék a Szovjetuniótól tanulták, hogy hogyan kell a koncentrációs táborokat létrehozni, hiszen az oroszoknál jóval előbb volt már koncentrációs tábor, mint azt Hitler
létrehozta volna. És miközben a náci bűnösöket nagyon helyesen elítélték Nürnbergben, meg is nevezték őket, és meg is kapták a méltó büntetésüket, a mai napig a világ érdekes módon a kommunista bűnökkel szemben, különösen Sztálin bűneivel, ugye a kommunista diktatúra nem csak Szovjetunióban volt, de különösen Sztálin országával és az ő bűneikkel szemben sokkal megengedőbb, mint a náci bűnökkel szemben. Nem. Magyarországon senkit nem ítéltek el azért, mert gazember volt. Nem véletlen, ha visszaemlékeznek, annak idején 2001. február 25-én volt először ez az emléknap megtartva állami szinten. Véletlenül az is polgári kormány idejére esett, a Terrorháza múzeum előtt. És utána hány éven keresztül mekkora balhé volt. Be akarták zárni, le akarták szedni a pengefalat. A mai napig nem hajlandóak a baloldaliak bemenni a Terrorháza múzeumába, mert vagy saját magukkal, vagy a felmenői arcképeivel ott szembesülnének. És ezt nem nagyon tetszik nekik. Pedig mindegyik ott van. Pedig mindegyik ott van. Volt Magyarországnak egy miniszterelnöke, úgy hívták, hogy Antal József. Neki volt egy nagyon emblematikus mondata, tetszettek volna forradalmat csinálni. Ha forradalom lett volna, mint a lengyeleknél, akkor ez ma nem lenne. De akkor nem is ülnének a komcsik meg a szélső liberálisok a parlamentben. Nekünk ez jutott. NATO. Hogy mi a véleményem róla, miért vagyunk benne? Hát először is a NATO az egy védelmi szövetség, nem egy háborúsdi szövetség, most akkor megyünk, azt lerohanunk valakit. A NATO az egy olyan katonai védelmi szövetség, ami azért jött létre, hogy azokat a tagállamokat, akik benne vannak a NATO-ban, ha valaki megtámadja, akkor ők megvédik. Vagy mindenki megvédi a másikat. A Varsói szerződés is ezt mondja. Tehát azért vagyunk a NATO tagja, mert bőven elég volt nekünk a két világháború és rengeteg megszállás, hogy végre valaki olyanhoz csatlakozzunk, akik régóta vannak és védelmezik egymást. Ma ezt egy kicsit máshogy értelmezik a benne lévő országok, és ezért mondjuk mi azt, hogy Magyarországot megvédeni csak Magyarország fogja. Bennünket a kutya nem fog senkitől megvédeni. Tessék megnézni, mit csinál az Egyesült Államok. Iszonyatos mennyiségű pénzzel és fegyverrel támogatja Ukrajnát. Szeretném megkérdezni, hogy 56-ban hol voltak? Itt is háború volt. És a forradalomnak hívjuk, az akkor is háború volt. Szerintem embereket lőttek az utcán. Ja, akkor elfelejtettek idejönni. Csak megígérték. Most viszont ők tüzelik a háborút. Béke csak akkor lesz, ha a teljes Európai Unió rajtunk kívül, meg az Egyesült Államok végre befejezi azt, hogy gigantikus mennyiségű pénzzel, meg fegyverekkel ellátja Ukrajnát. Minden háború egy disznóság. De és az a legnagyobb gazember esik, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. De miért? Tudják önök, hogy miért rohanták le az oroszok az ukránokat? Mert a Zelenszky, akit az amerikaiak tettek oda bábként kormányfőnek, vagy államfőnek, az amerikaiak érdekeit szolgálja. És miközben a Szovjetunió felbomlása után volt egy nemzetközi egyezmény, amit az ENSZ is aláírt, amiben egyetlen kritérium volt csak az oroszok számára kedvező, hogy a vele határos volt, de már önálló országokban semmilyen nemű rakétakilövő állomás, atomerőmű, atomfegyver kilövő hely nem létesül. És az ukránok ezt megszegték. Ennek a háborúnak a kitörését, ami sajnos most már több mint egy éve tart, megelőzte egy 9 éves adok-kapok szóbeli vita, hogy
ne engedjék meg az ukránok, hogy az Egyesült Államok az orosz határhoz oda telepítse a rakéta kilövő állomásokat, meg az atomfegyvereket. És ezt az ukránok felrúgták. Mert hát, aki nem nagyon olvassa a történelmet, annak csak elárulnám, hogy Ukrajna háromnegyed része amerikai tulajdonban van. Kinek érdeke ezt a háborút fenntartani? Amerikának. Most már nem Ukrajna és Oroszország háborúja zajlik, hanem az Egyesült Államok is az oroszok háborúja. És ennek nem akkor lesz vége, hogyha mind a két fél leteszi a fegyvert, nem fogják letenni. Ennek akkor lesz vége, ha az amerikaiak megegyeznek az oroszokkal. Ez a vélemény erről az egész is. Köszönöm szépen. Nagyon megköszönöm Menzel Erzsébet képviselőasszonynak, amit elmondott. Szerintem mindannyiunk számára igen hasznos és tartalmas és előrevívő válaszokkal szolgált. Most elénekelnénk egy éneket, amelyet Assisi Szent Ferencnek tulajdonítanak, és Pipó József, a bátyám zenősített meg. Így engem békén eszköz élék, ott szeressek, ahol gyűlölnek, megbocsássak ott, hol megbántanak, hol széthúzásban összekössek. Légy engem békét eszközévé, reményt keltsek ott, hol tétel él. Igazság legyek a hazugság helyet, vigasztaljam a szívánat ér. Ó, Uram, segíts nekem, hogy én szeressek, ne engem szeressenek, más megértsek, ne engem értsenek, én vigasztaljak, ne engem vigasztaljanak. Mert ki szívből ad, mindent visszakap, ki elveszti magát, magára talál, aki megbocsát, bocsánatot nyer, még ha meg is hal, fölébred Istennel. Tégy engem békét eszközévé, ó Uram! Most 10 perces szünetet tartunk, és 3 órakor folytatjuk a második előadóval.